az óvodában, hogy a gyerekek óvodába járjanak, de hát tudjuk, hogy nem járnak. Beiratkoznak, és gyakorlatilag elmaradoznak, betegek, stb. Nagyon-nagyon kevesen járnak. Na most ez volt eleve a pályázatnak a célja. Tehát ez az öt ország, aki ebben benne volt, ezt tűzte ki célul. Az, hogy mi bementünk, ez egy felsőoktatási intézmény. Tehát, hogy ezt nem, hogy mondjam, felnőttek vagy szociális munkások végezték ezt a programot, hanem ezt hallgatók végezték, ezt mi találtuk ki. Konkrétan mi találtuk ki, hogy legyen erre lehetőség. Tehát mi nem gondoltunk arra, hogy a cigányság helyzetét itt most gyökeresen megoldjuk, nem is volt erre lehetőségünk, hanem mi azt gondoltuk, hogy azt a fajta problémát, hogy a hallgatók csak gyakorló iskolába mennek, és nem is akar elmenni a hónapos tanításra, meg a kéthetes tanításra máshova, és amit tapasztaltunk az iskolában, hogy köszönöm szépen, én nem foglalkoznék cigány gyerekekkel, mert én nem értek hozzá, mi azt gondoltuk, hogy ezen szeretnénk bármi módon változtatni. És ez volt a motiváló erő, hogy mi ebbe belementünk. És hogy ez Európai Uniós pénzből maga a program, az erről szólt. Tehát ez volt, tehát amikor nekünk úgynevezett indikátorokat kellett leírni, nem azt írtuk le, hogy kis Juliska első éves tanítószakos hallgató négyszer volt, és négyszer köszönt anyukának vagy az apukának. Tehát nem ez volt, ott az volt az indikátor, ami egy ilyen uniós pályázatba kellett, hogy a gyerekek, akik óvodába jártak, azok közül 10-ből hány hiányzott az elkövetkező hónapban. Nekünk ebből ez volt a fontos, és ez volt a, sehol nem csinálták, egyedül mi csináltuk, és egyedül a mi felsőoktatási intézményünkből mentek ki hallgatók, hogy lássuk, vigyük el a hallgatókat. Őszintén megmondom, amikor mi ezt kitaláltuk a kolléganőmmel, akkor nem voltak olyan elképzeléseink, hogy megoldjuk a cigányság problémáját. Még olyan elképzelésünk sem volt, hogy vajon a hallgatók három év múlva, vagy akár egy év múlva hogyan fogják ezt tudomásul venni, vagy egyáltalán, hanem azt gondoltuk, hogy legyen olyan tapasztalata, ami egyrészt megélt, amikor ott van benne a saját élmény, de ugyanakkor egy kicsit vezetett, egy kicsit könnyített, mert valóban átdolgoztuk, kigondoltuk, végigvettünk minden egyes kintlétet, hova megyünk, mit fogunk csinálni, milyen feladatok lesznek, egyáltalán valamilyen segítséget adunk. Tehát gyakorlatilag így indult a projekt, nem volt semmilyen nagy elképzelésünk arra vonatkozóan, hogy itt most megváltsuk a világot, még az sem, hogy a hallgatóknak esetleg bármilyen attitűdváltozását elérjük, hanem hogy szerezzen tapasztalatot. És ha ezek után azt mondja, hogy ő nem akar tanítani, az ő döntése. Három észrevétel is lehet. Én nem kaptam választ arra a kérdésre, nem foglalkoztam. Zsuzsa? Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni tőle, mert nagyon érdekes volt az előadás is, hogy a ilyen döntésekben, mint a kisgyerekek óvoda, illetve is a vonáztatása, iskoláztatása, tehát egyáltalán az ilyen, hogy mondjam, a gyermekeknek az ilyen állami integrációja, az iskolára való szocializációja, a családban a nők, vagy a férfiak, vagy közösen hozzák meg a döntéseket, mert ahogy hallottam elsősorban, vagy legalábbis én ezt vettem ki, hogy a cigány asszonyokkal találták meg, vagy az anyákkal találták meg nagyon jól a hangot a hallgatók, ha jól értettem. Persze ez egy nagyon érzékeny helyzet, már amilyen tudásom nekem erről valami igen korlátozott nyilván, hogy mondjuk egy ilyen tehát a teljes családdal való együttműködésre például alkalmat adott ez a mesékprogram, mert ugye általában a mesélés is inkább a nőknek a... Igen, mesélő édesanyák, ez a mesél rövidítése egyébként. Igen, és a nemzetközi szakirodalomból is azt tudom, hogy az anyák szocializációja, vagy szóval az anyákkal való ilyenfajta kapcsolat megteremtődése az közvetett módon, rendkívüli módon hat a gyerekek szocializációjára is. Na, tehát akkor ez a kérdésem,
cigány férfiakkal is sikerült el. Ők is bevonultak ebbe a programba, vagy inkább igen. Ez a program akkor indult, amikor elkezdődött a közmunkaprogram. A országnak ezen a régiójában, ahol mi élünk, teljesen más jellegű a közmunkaprogram. Ez egy többségében árokásás, csatornatisztításnak egy ilyen nagyon fizikai és nagyon alacsony nívójú munkát jelentenek, többségében férfiak vesznek részt a közmunkában, vagy vettek részt a közmunkában. Ennek ellenére volt egy program, aminek az volt a lényege, hogy a cigány szülők tartottak óvodákban foglalkozást. Itt viszont az édesapák is ott voltak. Tehát például hagyományok, és hagyományokról volt szó, tánctanítás volt, ahol az apukák is ott voltak, és nagyon érdekes tapasztalatokat mondtak el az apukák, hogy kezdik a óvónéniket tisztelni, hogy egy negyed óráig a gyerekeket csendben tudják tartani, mert hogy nem tudták egy negyed órán keresztül a gyerekeket csendbe tartani, tehát ő maguk is tartottak foglalkozást, voltak, de hát olyanok is voltak, akik azért jöttek el, hogy megnézzék, hogy a feleség hol van, kivel van, mit csinál, tehát volt egy ilyen ellenőrző funkciója is, de találkoztunk, nem is egyszer találkoztunk, tehát inkább azt lehet mondani, hogy gyakrabban találkoztunk az apukákkal is. Igen, én sajok voltak. Fiatalok, fiatal anyukák, 15-16-18. Nem, a te diákjaid, az a lányok volt. Tisztalány, tanítószakosok. Megfordítanám a kérdés tárgyalását, és sok inspirációt kaptam az eddigiekből is, de régóta gondolkodom ezen, egyébként praktikusan, amit itt Tamás is mondott, hogy a tulajdonképpen fordított tanulmányi kirándulás kellene, ezeket a már tiszta szobát és előkertet tartó cigány édesanyákat kellene behívni a főiskolára, szemináriumra. Tehát fordítani a dolgon, mert nekem az a... Bocsánat, ilyen igen. is volt. Jó, tehát ilyen is volt a programban, hogy bejöttek, körülnéztek. Stratégiai jelenben én ezt a dolgot használnám, mert más csoporthelyzetbe kerül az a tanítójelölt, aki így találkozik a bejövő cigány édesanyával, vagy akár édesapával. De szóval a dologot én abban látom a legnagyobb problémát, hogy a szerencsétlen tanítójelölt, olykor-olykor tanárjelölt is, ahogy megtudtuk ugye Istvántól a nem budapesti pedagógus képzőintézményekben, hát azzal van elfoglalva, hogy a feltörje magát a középosztálynak legalább az aljára, tele van létbizonytalansággal, hogy meg tud-e kapaszkodni, mert annyi mindent beszélnek, meg annyi minden történik, hogy a fenébe ne nézne, hogy mondjam, gyűlölettel, utálattal, félelemmel a létrán közvetlenül alatta lévő társadalmi csoportra, mert ha rálépnek a kezére és el kell ereszteni a létrát, akkor oda zuhan vissza. Tehát egy ilyen visszazuhanási vagy leszakadási félelem demotiválja én szerintem a... Honnan menekül. Ó, igen, akár találkozott, akár nem, de ez a saját szocializációs parancsában az van, hogy kiemelkedni, ha erre lenne valamilyen megoldás, hogy ezek a tanítójelöltek biztonságban érezzék magukat a középosztály, befogadja őket a középosztály, erre különböző garanciák lennének, akkor... Ez nem... a világtörténelmet kéne átírni. Jó, oké. Szóval jó, nem, de hát azért vannak programok, mert a jó, persze, de a megoldás, nincsen más megoldás, most csak belegondolok a Mávtelepi Iványi Gábor, vagy a mi iskolánk, ugye én itt, nekem itt identitásom van ebben az épületben, én itt most már a óráim nagyobbik részét itt tartom, úgyhogy a Mávtelepi iskolában is gyakori vendég vagyok, hát hogyha a Mávtelepi iskola húzó pedagógusait megnézzük, azoknak ilyen biztonsági aggodalmaik nincsenek, vannak egyéni drámái, különbözőek, egészen drámaiak, de ezen túl vannak. Most más kérdés, hogy kapnak még egy hitbéli megerősítést is, ami a missziós tudatot felerősíti bennük, de nincsenek félelmeik, hogy közéjük zuhanok.
hanem az, amit hát te mondtál, hogy magamhoz tudom őket emelni, mert nekem megvan a biztonságos helyzetem a társadalmi rétegződésben, nem kell félnem attól, hogy kizuhanom belőle. És a Buratinónál ugyanez a, hát ugye a könnyű a Mezei Éva lányának altruista cigány gyerekeket nevelő iskolát alapítani, mert hát onnan nőtt ki, hát a Mezei Éva elit családjából nevelkedett, hát könnyű neki. Nekünk is volt ilyen része, olyannyira is, és ezzel szerintem be is fogom fejezni, hogyha ma a Nyíregyházi Egyetemre belép egy cigány ember, a portás azonnal szól, hogy kerülő tanárnő keresik. Tehát ez körülbelül így van. Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, hát én okoskodásaimmal lényegében elhasználtam az előadás időmet, és azt a csapdát meg végképp elkerültem, hogy Gézával fölvegyem a vitafonalát. Ez zajlik közöttünk szinte évtizedek óta edukációban, én a 68-ról szintén megnyilatkoztam, és mintha felismertem volna Géza végső ábrájában, hogy hajlandó a háromszög alakú, tehát a kétpólusú modell helyett egy háromszög alakút látni, és a új baloldalt hajlandó valamennyire megkülönböztetni a népiskolai, klasszikus neveléstudományi baloldaltól, nevezzük így mindegy, de most nem erről kell szólnom. Nagyot ugrunk az időben, és egy másik narratívum kerülne elő. Izgalmas lesz a dolog, mert két koronatanú Zsuzsa és Géza, sőt, hát Tamás is jelen van arról, amiről beszélni készülök. Egyébként a Géza által emlegetett bukott garnitúrából szinte senki nincs a színpadon, arról azon a Kossuth Klub béli rendezvényen, amiről én szólni szeretnék, és igazán, ha végig néztem a megszólalók népsorát, a szakmában tulajdonképpen így rajtunk kívül a Farkas Pista, a Piarista gimnázium igazgató aktív még, és a Gál Feri, aki ugye szintén most ugyan nem abban az iskolában, de van egy másik, azt hiszem, Teleki Blankát igazgatja most. Úgyhogy tulajdonképpen, ahogy tetszik, ez a negyed század is hát hatalmas történelmi ív, de egy mozanatra szeretnék csak utalni az alkalomhoz illően, a preambulumban az is beletartozik, hogy legjobb tudomásom szerint, amikor ez a furcsa szóösszetétel megjelent a szakmában, hogy tartalmi szabályozás, akkor Kozma Tamás volt az egyetlen, aki ezen mást értett, mint a szakma mainstreamja. A szakma mainstreamja azt értette, hogy hogyan szabályozzuk a tartalmat. Tamás pedig makacsul, amikor ezt megtehette, azt mondogatta, hogy fennét arról szól, hogy hogyan lehet tartalommal szabályozni a közoktatást. Most is így. Igen, de teljes mértékben, de a két másik álláspontjára Tamásnak az 1993. január 13-i vitán nem ismerhettük meg, bár sejtettem, sőt, nem vicces, hogy az absztraktban úgy írtam, hogy ifjú radikálisként én is ott voltam a vitán, és amikor az angol absztraktot a családom nálam angolul jobban tudó tagjával egyeztettem, azt mondta a lányom, ugyanakkor 46 éves voltál, mint ha persze szó voltál, de ifjú radikális, mégis így értem meg ezt a dolgot, ezt a kalandot, mert két dolgot viszont nem tudtunk meg, bár mondom sejtettünk, de itt január 13-án 1993-ban a Kossuth Klubban nem, mert nem az volt Kozma Tamás dolga, hogy kétszintű vagy háromszintű-e a ideális szabályozása annak a bizonyos tartalomnak, illetve kell-e nevelési etikai preambulum a nemzeti alaptantervbe vagy nem. Mert ez a vita 2013. január 13-án
voltak éppen erről a két kérdésről éleződött ki, hegyeződött ki. Voltak ugye a radikálisok, édes Istenem, ugye a másik ma holnap 80 évessel Mihály Ottóval együtt, akik ugye azt hajtogattuk, hogy a kettő elég, mert az iskoláknak adott autonómiához elegendő, hogy a alaptanterv adjon kellő iniciatívát az iskoláknak, hogy majd a saját helyi viszonyaikat felmérve, felismerve, elemezve kitalálják a saját helyi viszonyaikhoz alkalmazkodó úgynevezett helyi tantervüket, míg a másik oldalon ugye erre az iskolák képtelenek, közéjük a alaptanterv és a helyi tanterv közé kell iktatni, hol mankónak nevezték, hol mintának nevezték, különböző elnevezéssel illették azt a dolgot, ami megjegyzem, hogy a dolog későbbi történetében egymástól függetlenül, de egyformán Pokorni és Magyar Bálint is ugyanígy gondolkodott, hogy már én adok nekik mankót, mert ők nem képtelenek arra, hogy egy kulturális tanulás, hogy a mai kulcsfogalmunkat idézzem, a alapján meg tudják a saját helyi tanterveket alkotni, és a másik nézetkülönbségben szintén a két pólus úgy szikrázott, hogy az egyik azt mondta, hogy hát hiszen egy pluralista, értékrelativista társadalomban majd kialakulnak a helyi értékek, amelyek azt a alapműveltségi magot feldíszítik értékvilággal, etikával. Ugye nem úgy, ahogyan persze a Zsolnai képzelte, szegény úr képzelte, hogy a települési önkormányzatok hoznak meg határozatot az adott település értékrendszerével. Ez nem azonos, mint az értéktár, ami most zajlik, hanem tényleg úgy képzelte, hogy lesz egy közgyűlés, ahol a tésaiak vagy a nézsaiak azok megszavazzák, hogy nekünk mit jelent az erkölcs. Nem így gondolkodott a helyi társadalom és a helyi nevelés rendszerében, hát erőteljesebben bízó szám, de a másik szám pedig hát erőteljesebben, hát anélkül nem megy. Ugye még polarizálódott úgy a dolognak a szemantikája is, hogy nemzeti alaptanterv, vagy nemzeti alaptanterv, ugye így is polarizálhatnak a dolgot. Elég az hozzá, hogy Kozma Tamás ebben a két kulcskérdésben nem volt hajlandó ott állást foglalni, mert nem ez volt a dolga. Akik többiek is emlékeznek, jelenlévők talán Krisztián és Tibor a Kónya Tető vitára már nem emlékszik, vagy még nem emlékszik. Amikor a rendszerváltás utáni idill először hasadt meg, és találkoztunk szembe a rendszerváltók közötti olyan drámai feszültségekkel, amelyik hát a maihoz képest még úriemberek televíziós vitája volt, de hát ez alapvetően mégis a megbotránkoztató hangnemű vita alakult ki a televízió nyilvánosság előtt. Na most ez nem sokkal volt a január 13. ülés előtt. Ez a megelőző nagy területi napkonferenciáknak jóformán a záró konferenciája volt már, bár még a történtek után elhúzódott egy darabig, és a 95 őszén gyorsan írta alá Fodor Gábor rövid minisztersége alatt a nemzeti alaptantervet. Tehát folytatódott még ez a vándorcirkusz, de január 13-án úgy látszott, hogy már szinte megvan, a minisztérium is új csapatokat állított adrendbe, és a vitán, a Kónya Pető vita hangneme köszönt vissza. Szokatlan volt abban a diskurzusban, amit már a 80-as években sem nagyon, 80-as évek végén sem nagyon szoktunk, a 90-es évek hát udvarias és tisztelettudó diskurzusaiban már végképp nem.
talán még fütyültek is a hátsó padokban, akkor, amikor valamelyik, hát nekik nem tetsző nézet képviselője szólalt meg, a fütyülők, a tapsolók, azok a szabályozók, vagy a centralizálók, vagy ma ugye úgy mondanám, hogy jobboldali oldalon ültek ott hátul, és akkor hangzottak el a következő szavak, mondom, a TED a dráma tetőfokán, mondom, fügy, ahogyan a Lázár Ervin szokta írni, hogy fügy, sít, súgy, minden egyéb, akkor szólalt meg Kozma Tamás az ülés nevezető elnökeként, és azt mondta, hogy mivel úgy látszik, az elnökség egy kicsit talán túlságosan udvarias, én nem vagyok az. Ez tudományos tanácskozás, amelyiknek megszabott napirendje van. A napirendben mi megállapodtunk az elnökséggel, meghívtuk önöket, meg vagyunk tisztelve, hogy önök részt vesznek ebben, szólt ugye a karzatnak. A tudományos tanácskozásnak vannak feltételei, nem kötelező a részvétel. Aki úgy érzi, hogy nem jut szóhoz, az jelentkezzék, és az elnök fel fogja írni a listára, és a szükséges időt meg fogja kapni, ez 5 perc. Ha még egyszer jelentkezik, még egyszer 5 percet kap, ismétlen tudományos tanácskozás, Baranyi Károly nem jelentkezett be előadással, Baranyi Károlynak a főosztályvezető volt a minisztériumban, Baranyi Károlynak többek között én is javasoltam, hogy ismertesse álláspontját, és most kérem, és mindenkit, hogyha mondani valója van, jelentkezik, és egyenként 5 perc, többször is kaphat szót, de ez nem népgyűlés. Ennek következtében az a kötelezettségünk, hogy tudományosan felkészültek legyünk, ennek megvannak a kritériumai. Van, aki már teljesítette a kritériumokat, mások nyilván fogják teljesíteni, de a kritériumok közé nem tartozik, hogy felemeljük a hangunkat és kiabáljunk. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne tévessze össze a tudományos összejövetelt, akár a vélemények szabad áramoltatásával, akár egy népgyűléssel. Ezzel a megszólalással, amit a jegyzőkönyv úgy rögzít, hogy hosszantartó taps követett, tehát a Kossuth Klub jelenlévő szakmai közönsége egyetértett az elnöki közbeavatkozással. Tulajdonképpen ennek az emberi példája maradt meg bennem, és gondoltam, hogy ezt az emlékemet én felidézem itt most ezen az ünnepi alkalmon, hogy egy tudományos tanácskozásnak megvannak a szabályai, nem népgyűlés, és az elnök önmegtartóztatóan visszatartja az álláspontja kifejtését. Bízik abban, hogy a tudomány saját eszközével előbb-utóbb a tudományosan megalapozott, meg gondolt nézeteit fogja kidajkálni. Nem tudom, hol tart a mostanat éppen, nem reménykedem, de a tudományos ülésnek akkor is megvannak a szabályai. Tamás, köszönöm szépen, hogy ezt elmondhattam a már jelen nem lévők nevében is. Köszönjük szépen! Mivel ez egy tudományos észrevételek, hozzászólások, kérdések Trencsényi László előadásával kapcsolatosan, elnézést, nem kapok tojásként vagyok jelen, de nem tudom megállni, hogy ezt el nem mondjam. Én ez alatt a néhány óra alatt többet tanultam, de nyáromnapos orvos kongresszuson, és ezen gondolkozom itt közben, hogy mi lehet ennek az oka, hogy a mi szakmánkból hiányzik ez az önkritikus szemlélet. És arra kellett rájönnöm, hogy egy alapvető különbség van sajnos az orvosi szakma és a pedagógus szakma között, hogy a mi szakmánk iparággá vált. Egészségiparról beszélünk ma már, és akkor most kimondom azt, amit nem kellene talán, és nagyon nagy pénzekről van szó. Na most ugyanezt azt hiszem, hogy a pedagógus szakma nem mondhatja el magáról. Még nem tart. Igen, és nagyon jól látod. És ezért van ez, hogy ennyire önkritikusan szemlék önmagukat, és tényleg
felüdítő hallani ezeket a gondolatok. Elképzelhetetlen a mi szakmánkban az, hogy valaki ilyesmit mondjon, amit mondjuk a Tamástól idéztél. Ez egy tekintélyelvű, hierarchikus felépítésű, és sajnos iparággá vált a mi szakmánk. Ezt itt elmerem mondani, a saját köreimben is elmerem mondani. Géza? Én azt hiszem, hogy egy picit tévedsz. Ugye arról van szó, hogy valószínűleg egy klasszikus pedagógus tanácskozással nem lenne ilyen élményed. Tehát ugye itt olyan társadalomtudósok vannak alapvetően jelen, akik az oktatással foglalkoznak. Tehát ez egy olyan ülés, mint ahol mondjuk mondjuk a Mihály Péter lenne ott, vagy az Orosz Éva. Tehát azok a közgazdászok, szociológusok, stb., akik az egészségügyel foglalkoznak. Na, ők elég kritikusok. Na, az orvosok azok nem valóban nem kritikusok. Tehát az orvosok azok nem kritikusok, mert az orvosok azok olyanok, mint a pedagógusok. Mi meg olyanok vagyunk, most ebben a helyzetben, mint mondjuk az orvosközgazdászok, vagy az egészségszociológusok. Tehát azt hiszem, hogy ez az élmény, aminek örülök, hogy örülsz, és örülök, hogy tetszik, de azt hiszem, hogy ez egy olyan világ, ami ilyen értelemben kívülről tekint rá az oktatási valóságára. Ne haragudj, hogy most erre válaszolok, annyik, hogy szót kértem volna. Nem hiszem, hogy tévednék, mert az orvos szakmán belül nincs egykorma Tamás. Akiket mondtál, a Mihály Péter ismerem jól az Orosz Évát, ők nem orvosok. Ők közgazdászok és egészségügyi közgazdaságtan foglalkoznak, és kritikusok valóban, de nem belülről kritizálják a szakmát. Nem belülről, nem kívülről. Tamás szakmán belül van. Ez nagy különbség. Ez igaz. Igen. Ez igen. Géza? Én Laci előadásához egyetessék meg, hogy ilyen tárgyi korrekcióval próbálkozok a legelején, mert hogy róla van szó. A 80-as években, amikor már lehetett külön lenyomatokat kérni külföldről, és akkor éppen a Bátorival dolgoztam együtt, és ott a tananyag szabályozás, tananyag az a... Én kértem egy csomó cikket, amire curriculum control volt benne, és a curriculum controlnak a magyar fordítását adtam a tananyag, tehát a hatósági tananyag, tehát hogy olyanít el a központi döntés a tanulókhoz. Tehát ez egy bürokratikus folyamat, elosztási vita, efféle rendszer. Ez természetesen, amikor pedagógus kezekbe került, akkor pedig egészen más tartalmat kapott, megszűnt ennek az igazgatási, politikai igazgatási része. A másik az, hogy ennek a nemzeti alaptanterv történetének ez nagyon fontos, hogy legelőször országos alaptanterről volt szó, amely azt jelenti, hogy csak tanügyigazgatási dokumentum, amely egy ilyen helycsere, a központ iskola közötti hatalmi helycsere lett, és amikor az MDF megnyerte a választást, akkor hirtelen minden nemzeti lett, politikailag kiki úgy ítélje meg, ahogy akarja. Az alapvető vita pedig nem az volt, hogy januárban, hogy hogyan lehet egy közműveltséget demokratikus keretek között kezelni, fölépíteni egy olyan rendszer, hanem arról, amit a Tamás, és ez arra is kértem szó, hogy a Tamás világosan leírt, hogy kié az iskola. És ez a harc jelent meg ott januárban is, mert az MDF azt gondolta, hogy mi vagyunk hatalmon, nem ő az egyedüli, aki ezzel az érvel él, noha hiszen más politikai alakulathoz tartozik, mi vagyunk hatalmon, mi vagyunk az iskola, és így tovább, és így tovább. És a Tamás jelentős tette, amint itt volt, az volt, hogy noha tudja, hogy itt komoly dilemma van,
és komoly erők feszülnek egyben, egymás ellen, és mégis ebben a vita levezetésében a tudomány pajzsát maga elé, vagy a maga elé téve, vagy pedig ezt megemelve azt, hogy igen, lehet rendes, vagy tudomány szabályai szerint vitassuk meg azokat az alapvető politikai problémákat, ami a rendszerváltás hozott felszínre. Ez nekem is az volt egy felejthetetlen élményem. Egy kicsit számomra kínos irányba menni egyébként a beszélgetés. Egyébként köszönöm Lacinak azt a felelevelítést, hogy pláne így, hogy objektiválta, és nem egyszer csak elmondta, fel is olvasta. Én is emlékszem erre a helyzetre, előttem van a kör, nem mondtad a Mátrai Zsuzsát, de ő ültött a bal oldalt középen, és láttam az arcán, hogy ezt most felébe találtam. Azt hiszem, hogy most is azt mondanám. És ennek a magyarázata, hogyha visszanézek a pályafutásomra, egyszerűen az, hogy ilyen többféleképpen szocializálódtam, hogy ezt a kifejezést használjam, mert egyfelől kötődöm ahhoz a közösséghez, amelyikben, főleg a 80-as évek elejétől kezdve megtanultam mondjuk az oktatáskutatást, másfelől lelkileg meg kötődöm ahhoz a társasághoz, vagy pontosabban azok az értékekhez, amelyeket a jobb oldal egyes elemei képviseltek és képviselnek. És a kettő együtt, ez egy ilyen sajátos keverék. Én sokszor kerültem oktatáskutatós vezetőként is, edukáció főszerkesztőként is, abban a helyzetben, hogy úgy éreztem, hogy olyast valakiként állok ki, akikkel egyébként nem értek egyet. És mégis úgy gondolom, hogy érdemes értük kiállni. És szeretném elmondani, hogy ez dilemma, pontosabban nem is volt sose dilemma, egyértelmű volt, és ma is az. Számomra, hogy kiállok azokért, akikkel együtt nőttem fel, miközben nem értek velük egyet. Most a legutolsó pillanat az, hogy ide eljöttem, és nagyon hálás vagyok Péternek, akinek a nézeteivel 70%-ban, 60%-ban nem értek egyet, 70%-ban, az a maradék 30, vagy itt van például a Laci, mondjuk az ő nézeteivel, meg még talán magasabb százalékban nem értek egyet, de ezzel együtt úgy érzem, hogy egy társaságban tartozunk, és nem csak most érezzem így, akkor is így érzem. És ez a kettősség az, ami itt megjelent, úgyhogy nagyon aranyosak vagytok ezt elmagyarázni. De ez nem egy etikai állásfoglalás volt, egyszerűen a hőjében a szocializációból eredt, és most is onnan ered. És láttam, hogy vannak, akik ezt méltányolják, nem mindenki méltányolja, de hát most már éppen nem fogunk megváltozni, úgy érzem. Örülök, hogy Laci szerint régebben sem voltam más. Még egy megérzésem van, ez a nemzeti ügy, ez a Géza nagyon jól mondja, hogy ez átértékelődött a kifejezés, de nem volt sose országos, Géza. Bocs, hogy hát, nem volt? Nem volt országos, sosem. Ezt, nem, mert ezt a Bátorét találta az AUG, a Fletcher-féle National Core Curriculumból másolta, ahol a National ugyanazt jelenti, mint a Nemzeti Múzeum, vagy a Nemzeti Színház, tehát nem az, hogy a Nemzet Színháza, hanem az, hogy országos. És ez nagyon helyes, csak ez sose lett kimondva. Ezt azt hiszem, hogy amikor az első 8 ember összeült, akiknek az eredete egyébként visszavezethető még a 60-as, és csak a 70-es évek elején a Grennai misszióra, ez egy másik történet, de ők számukra ez természetes volt, hogy ezt országosnak kell érteni, és ezt a bizonyos erőteljes nemzeti, és ez piros, fehér, zöld, és így tovább, kettős kereszt, ezt a hangsúlyt, ezt igenis az MDF-nek a Baranyi-féle oktatáspolitikusai tették bele ebbe a dologba, és azokkal akkor se értettem egyet, persze, ma se értek egyet, ebből következik sok minden félmányúló, most én nem akarok beszélni. Mindenesetre én köszönöm szépen ezt a emlék felidézést, és szeretném mondani, hogy ma is így gondolom többek között, ezért vagyok hálás, hogy te Péter és mindenki, aki itt van, ezt itt ezen a helyen rendezte meg, holott igazából ezzel a helyen kapcsolatban is éppen a fenntartásaim vannak, mint sok minden másra. Ezzel együtt boldogan vagyok itt. Köszönöm.
Én Tamás, azt hiszem, hogy nagyon sokszor tévedek, főleg megítélésekben, de ilyen tárgyakban igyekszem, hogy tudom magam korrigálni, ott nem nagyon szoktam. A Bátori a 80-as években a Tiszakécskei kísérlettel, amikor a tantestület maga állítja össze a tananyagot, az a legelső, és ennek azon a részlegen, amelyik ő volt a vezetője, értékelési központ, voltak ilyen felelősök, akik természettudomány, társadalomtudomány, és ennek az első változatai, azok országos tanterként, országos alaptanterként jelent meg, ez volt a neve. Ez 10 vagy 3 példányon keresztül ment. Akkor, amikor még az MDF-es kormány az első választás után hirtelen hazafiassá vált mindenki, például a szakképzési intézet, amit hívtak már az OPI-ból, akkor fölvette a Nemzeti Szakképzési Intézet nevet. Ugyanebben a vonulatban tartozott, amikor az országos alaptanterv fölvette a nemzeti alaptantervet, ugye, hogy ez nagyobb, hogy beilleszkedjen a kor hangulata. Hogy ennek mi a politikai motívum, azt nem tudom, hogy mi volt az elképzelése, de hogy van egy névváltás, aminek utólag valóban van politikai jelentősége. Én csak ennyit állítok. Bocsánat, ez a nyelvi probléma, ez tulajdonképpen 1918-ra menj vissza. Minimum. De úgy értem, hogy tehát 1918 előtt az, hogy nemzeti, az nem jelentette azt, hogy magyar. Tehát hogy ugye ez sajnos a magyar nyelvennek a kifejezésre nem alkalmas, a cseh igen. Tehát a cseh az két különböző szót használ arra, hogy Magyarország, és arra, hogy magyar. És ennek következtében a két országnak is különböző a neve csehül, tehát a 18 utáni országot Magyarszkónak hívják, a 18 előttit Uhorszkónak. Föl sem merül, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz. Tehát ez, a magyar nyelv nem képes elég finoman kifejezni ilyen nyelv. Ugye próbálkoztak ezzel a 19. században, hogy a magyar, mint politikai nemzet, kontra, mint magyar, mint nyelv, stb. De hát sajnos ez a szó, hogy magyar, ez közös a kettőben. Van még egy bocsánat, hogy hozzáfűzem, ugyanez a faj szó. Majd ehhez a végén én is szeretnék ilyen szót mondani, mert jelen voltam néhány ilyen vitán, ahol az országos és a nemzeti közötti hát megfontolások egyike másika elhangzott, de inkább ahhoz szeretnék viszonyulni, hogy most milyen mértékben tekinthető, vagy tekintünk inkább nem tekintünk tudományos vitának, vagy tudományos diskurzusnak, és ennek megfelelően a tudományos attitűd, a tudományosságtól elválható attitűd, vagy tudományos egymás tudományos partnereknek tekinthető attitűd, mint elválás, milyen helyzetekben kell, hogy érvényesüljön. Én azt gondolom, különösen a mai helyzetből visszanézve, hogy én ugye nem voltam jelen ezen a vitán, ami elég sajnálatos, sem is tudom, hogy miért. Jegyzőkönyvben benne vagy. Hol vagyok? Jegyzőkönyvben. Én ott voltam? Hát, a jegyzőkönyv szerint. De nem emlékszem egyáltalán. Na, minden esetre... Hát csak a másik korvácsos volt. Nem tudom, de nem érdekes, vagy majd megolvasom. De nemrégiben foglalkoztam tüzetesen a korszakkal, mert az edukáció számára kellett ugye erről tanulmányt írni a NATO-k európai vonatkozásairól. Rendkívül nehéz, magam is szinte dadogva tudok erről a helyzetről beszélni, mert én nagyon sokszor kerültem hasonló helyzetben, hogy olyan kvázi oktatáspolitikai szereplők körében kellett
érvelni, akik hát semmiképpen nem fogad. Most ez nem erre a vitára mondom, hanem arra a helyzetre, ami szinte nem kerülhetetlenül, ma már szinte elképzelhetetlen egy ilyen tantervi vita, tantervi konzultáció, nem véletlenül a jelenlegi nemzeti alaptanterv a legszigorúbb titoktartás mellett történik, és mind a résztvevők, mind az ezt ebben konzultálók, a titoktartási nyilatkozatok is kell, hogy aláírjanak, tehát olyannyira kerülendő, minden diskurzus, sőt a szereplők egyszerűen elképzelhetetlennek tartják, hogy szakmai diskurzus jöjjön létre, mert hiszen ez ki van sajátítva, kizárólag egy oktatáspolitikai aktusként és így is értelmezik. Úgyhogy én nagyon megértem a szereplőket, de ha most kellene állást foglalnom erről, akkor és megértem azt is, hogy milyen nehéz a nyugalmat és a reflektivitást megőrizni, és a diskurzus egy olyan nyelvi szinten és egy olyan hogy mondjam, kognitív szinten tartani, ahol nem a politikai nézetek dominálnak, ráadásul egy olyan helyzetben, ahol az akkor vitatott oktatáspolitikai kérdéseknek a tétje nagyon sűrűn változott, maguk a szereplők is leírják, hogy az alatt, az időszak alatt, ami tehát hónapról hónapra, és ezt állítom én is, aki részt vettem akkor a NAP munkálataiban, hogy milyen sűrű változások történtek, és végül a szereplőknek az volt a legfontosabb, hogy megjelenjen, tehát érvényesüljön, és az oktatlan országos, illetve a nemzeti elnevezésben is ezt legalábbis, ha jól emlékszem, vissza egy nagyon fontos érvnek tartották, hogy mi az, ami kevesebb konfliktust okoz, miközben az országos, azt az országosan jogilag, közigazgatásilag érvényesként értelmezték, addig azt gondolták, hogy ezt a funkcióját a tantervnek jobban el lehet érni azzal, hogy nemzeti, mert abban van egy érzelmi mozzanat is, tehát nagyon furcsa érvelések hangzottak el akkor, és egyáltalán jó, tehát visszatérve a mondandóm lényegéhez, én tulajdonképpen nagyon fontosan tartom a mai nézőpontból azt, ahogy a tanács megnyilvánult, tehát hogy a tudományos diskurzus értelmezését adta ennek a vagy tudományos diskurzusként értelmezett egy ilyen érzékeny és hát kétségtelen erősen belső értékeket érintő, és úgy látszik, hogy akkor nagy téttel bíró, miközben van másképpen látom, nagy téttel bíró megbeszélést ezzel a minősítéssel tudott, hát hogy mondjam, egyfajta olyan mederben tartani, ami mondjuk később is értelmezhetővé teszi az ott elhangzottak. Elég nehéz erről beszélni, és ezért rendkívül fontos lenne ebben a szakmában is azokat a magatartási, nem tudok tovább folytatni, erősen érintett olyan helyzetekben voltam, ahol magam is elvesztettem a fejem, volt már ilyen helyzet, és nagyon nehezen gondolok vissza erre a szerepre, és ugyanakkor más nincs, mint végig gondolni, hogy hogyan jöhetnek létre ilyen helyzetek, és meg kell mondjam, hogy szinte manapság szinte csak ilyen helyzetek jönnek létre, tehát rendkívül nehéz ma ezt, akár azt a másik magatartást is érvényesíteni. Tehát ma sem annak, amit a Laci mondott, vagy amit az a kör képviselt,
sem az, amiről a Tamás beszélt, tehát szinte lehetetlen megtartani. És ez hihetetlenül igénybe vevő, és a mai napig, és engem is igénybe veszik, ha egyszer csak hozzá akartam szólni. Ezzel kapcsolatban nekem egyetlen egy ilyen észrevételem, amikor olvastam az absztraktot is meg most az előadásban is, hogy 1993-ban a NAT-ról szakmai diskurzus, és akkor így kikerekedett a szemben, hogy talán 15 év azért volt róla szakmai diskurzus, jelenleg folyik ugyanúgy a NAT-nak a felülvizsgálata, és én nem tapasztalom, hogy szakmai diskurzus lenne e téren. Tehát így, én így is néztem ezt a történést, hogy akkor még szakmai diskurzus. Csak elkülönöztetted az időt. Nem 15 évvel ezelőtt volt. 9-25. Ha jó, igen, én már számom is se tudom. Állni láttad az időt. Én már kiadtam. Jó, azért ez nyilván azzal is összefügg, elnézést, hogy ez abban az értelemben egy ilyen viszonylag speciális tudományág. Normális körülmények között ugye egy tudományág az ugye azzal foglalkozik, hogy a más körzetekben magasabb vagy alacsonyabb a vasérc tartalom, mint gondolt. Mit kellene? Mit kellene, igen. Tehát normális, vagy azzal foglalkozik, hogy nem tudom milyen, a hatodik légió, vagy a hetedik légió volt erősebb, amikor a pannon császárok átvették a hatalmat. Szóval normális körülmények között egy tudománynak ilyesmikkel szokás foglalkozni. Vagy pedig olyasmikkel kell foglalkozni, ami ugyan ennél sokkal konkrétabb, de a dolog abban az értelemben el van különítve a társadalmi nézeteinktől, hogy előről vagy hátulról kell megoperálni a végbelet. Ugye? Tehát az megint el van különítve, tehát bármennyire is konkrét, gyakor, vagy hogy kell felépíteni azt a rohadt hidat, hogy ne dőljön össze. Ez az oktatással foglalkozó tudomány, ez egy olyan speciális dolog, hogy sem az egyik, tehát sem azzal a, hogy mondjam, az alkalmazott tudományok azon kellemes tulajdonságával nem rendelkezik, mint a műszaki és orvostudományok, sem a mondjuk így a normális természet és társadalomtudományok azon vonatkozásával nem rendelkezik, hogy van valami olyan tárgya, ami tőlünk független. Ennek nincs. Tehát itt ugyanaz a vita, ami, hogy mondjam, arról, lelkünk mélyen arról akarunk beszélni, hogy milyennek kellene lennie az oktatási rendszernek, ugyanazzal a fejünkkel beszélünk arról, vagy próbáljuk meg eljátszani, hogy objektív szakértőként le tudjuk írni ezt a dolgot. Azért ez speciális. Tehát ez szerintem semmilyen másik tudományban nincs így. De azért nem mondta, hogy az orvostudomány alkalmazott, mert azért megnyíkolni. Miért nem az? Nem. Szerinted. Te sem elmét mondani egy szakmány. Miért az nem alkalmazott tudomány? Hát? Az a alaptudományok alaptudománya. Az más. Még nem hallottam ezt. Én csak olyan orvosokkal szoktam beszélgetni, akik ezt nem így gondolják. Egy szűk kör. Nagyon persze. Jó, köszönjük. Én nem kívánok külön reflektálni, ennek utána fogok nézni. Az érdekes az, hogy nekem mennyivel, és ez is nyilván nem csak a visszaemlékezés kérdése, hanem valahogyan utána lehetne járni. Nekem hosszabbnak tűnt az a 4 esztendő vagy 5 esztendő, ami a rendszerváltás körüli eufórikus konszenzus megszakította. Azóta tudjuk, derülnek, élnek, nyilatkoznak különböző koronatlanok, hogy ők már akkor is látták, ők már akkor is tudták, már Monoron is bicskanyitogatás volt, meg minden, de a legalábbis a iskola világa körül egy ilyen nagyon euforikus konszenzus volt. Ebbe tenyerelt bele a Kossuth Klubbeli, vagy legalábbis a vitának a hangneme az a belül maradt a tudományos diskurzuson, vagy a szakmai diskurzuson, és én csak arra emlékszem a
megérne egy misét tényleg a feltárni a pályáját, életútját, nézetrendszerét a Dobos Krisztinának is, akivel én tudtam, hogy nem értek egyet, és a demokrácia papnőjeként viselkedett többnyire minisztériumi hivatalában. Összehasonlítva a Hoffmann Rózsával, persze. Jó, persze. Nem, valaki ezt kintelsége. Most csak tényleg csak egy példa, hogy a szerencsétlen Laurent Ferry komprehenzív fejlesztésére a legtöbb pénzt a Dobos Krisztina adta. És azután a következő államtitkárok tulajdonképpen fityinget se, és ez azért tükrözött egy helyzetet, ahol a dolog így működött, és ennek az aranykornak éltem meg a végét ott a Kossuth klubban, és akkor az aranykor utolsó elnökeként élvezhettem Tamás megszólalását, úgyhogy, és itt a mostanit is. Kolléga úrnak meg csak azt mondom, hogy én ezért küldök meg nagyon szívesen neked olyan meghívókat pedagógiai tanácskozásokra, ahol nem ez az élményed lenne, de oda nem nagyon szoktunk járni, de mások viszont oda járnak, és ennek meg politikától függetlenül, szóval van a szakmai elitnek is van egy olyan klubja, ahol ez az attitűd szokatlan és illetlenségnek számít. Majd néhányat ilyet, ha érdekel, akkor majd szólok. Köszönjük szépen! Én nem borcoztam, mert ezt az Erika hozott, úgyhogy és akkor az utolsó, Dargai Tibor, aki a nevelés lélektan szerepéről fog nekünk előadást tartani a 60-as években. Izgalommal várom ezt a nevelés lélektan irányvonalat. Föl van tőle? Igen, akkor 20 perc és 5 perccel a vége előtt vigyelezni. Van egy ilyen prezenter is. És előre hozzá tudsz előre nekem. És ide mutattok? Vagy? Nem, oda. Aha, oda. Én is üdvözlöm a kedves kollégákat, és én is boldog születésnapot kívánok Kozma Tamásnak. És ha így összességében, szintézésében próbáljuk nézni a Tamásnak a munkásságát, akkor talán két irány, markáns irány rajzolódik ki. Az oktatás, szociológiai kutatás irány, illetve az oktatáspolitikának az elemzése, és talán ennek a két fő markáns irányzatnak van egy ilyen oktatástörténeti olvasata itt is, ha például az Erdei sétára gondolunk, vagy a Hogyan lettem szociológus, vagy a Kisárpádtól a Pízáig című írásokig, akkor azért kirajzolódik egy ilyen irány is, illetve én ennek a olvasatnak egyszer